Tamás Gábor neve ismerősen cseng Erdélyben, és az üzenet szeretettelben is, hisz dalai rendszeresen helyet kapnak zenei kínálatunkban. Az aktív énekes erdélyi turnéra készül, nemrég jelent meg egy könyve, de mi olyas valamit próbálunk megtudni róla, amit talán még senki sem tud. Sok szeretettel köszöntjük Tamás Gábort. Én is szeretettel köszöntöm az Erdély TV nézőit, és köszönöm szépen, hogy újra itt ülhetek a stúdióba, és elbeszélgethetünk egy picit. Mi is örülünk, hogy itt vagy, és újra találkozhatunk. Mi szél fújt téged Erdélybe, ha jól tudjuk, egy erdélyi turné előtt állsz? Így van, ezért május 8-án volt Budapesten az Uránia Nemzeti Filmszínházban az új lemezen bemutató koncertje. Az Uránia én már 18 éve ad otthont az új lemezen bemutató koncertjeinek, és ezzel az új lemezzel indulok most el Erdély turnéra, Csíkszereda, november 27-e, 28-a, Kolozsvár, Magyar Opera, 29-én Vásárhely, a Kultúrpalota, és 30-án Brassóba lesz az advent előtti utolsó koncertem a Redut terembe is. Hát nagy izgalommal várom a találkozást, hiszen úgy érzem, hogy ki van éhezve a közönség is, és elsősorban mi a találkozásokra, mert a Covid azért megnyírválta az előadó művészeket, nem elsősorban anyagilag, úgy is, de hiányzott nekünk a közönséggel való találkozás. Így van, és mindenkinek hiányzott. Most telt ház volt Budapesten, és nagy izgalommal várom, hogy Erdélyben hogy lesz. Akkor visszatér az élet a régi kerékvágásba. És megjelent egy új könyv rólad, Csak a szívünkben nem száll az idő, életúton Tamás Gáborral. Kicsit avasd be minket a könyvnek a rejtelmeibe. Hát Néhai Csép Sándor, aki elkísért erdélyi turnéimon 16 éven keresztül, ő konferálta fel a koncerteket, és a koncert után az öltözőben a média emberei interjút készítettek, és Sándor mindig hallotta ezt, és mondta, hogy Gábor, meg kéne írni az önéletrajzi könyvedet, mert azok számára, akik követik a te pályádat, hallgatják dalaidat, érdekes olvasmány lehet, de ő már nem vállalhatta ezt el egészségi állapota miatt, és Szucher Ervint, jótollú vásárhelyi újságírót javasolta. Ervin elvállalta, és így született meg. Egy néhány évvel ezelőtt a könyv, amely én szerényen azt javasoltam, hogy 300 példányba adjuk ki, és vigyük el az én szülővárosomba, Kolozsvárra, az ő szülővárosába, Vásárhelyre és Brassóba. Hát örömmel, ne hangzódjon dicsekvésnek, újságolom, hogy a 109. könyvbemutatónál és az 5000. példányszámnál tartunk, ami óriási öröm és megtiszteltetés számomra. Gratulálunk hozzá. Hát, köszönöm szépen. És gondolom az is öröm, hogy visszajössz, visszatérsz Erdélybe. Hálásom, hogy az erdély közönség? Hát a leghálásabb. Mert azért hiába turnézom én Kanadába, Amerikába, Ausztráliában, azért mégiscsak az erdélyi közönség. Ugye innen indultam, itt ismert meg először a magyar közönség. És hát nem csak a koncert szervezőimnek, hanem a könyvbemutató szervezőinek is jeleztem a kérésemet, hogy ne csak a nagyvárosokba vigyük el ezeket az estéket, hanem keressük fel azokat a kis falvakat, ahol részben fogyóban van a magyarság. Részben el se hiszik, hogy ide jön Tamás Gábor. Volt olyan, aki betelefonált, és azt kérdezte, hogy tessék mondani, ez Tamás Gábor emlékműsor lesz? Mondták, hogy nem, Tamás Gábor személyesen lesz itt. És ezekkel a tiszta lelkű vidéki, falusi, nyugodtan mondhatom, emberekkel az est utáni vacsorán egy pohár bor mellett elbeszélgetni, megnézni az illető
kis faluban templomokat, kastélyokat, szóval ezek csodálatos találkozások, és hát alig várjuk, hogy tavasszal újra induljon. Most egy kicsit a koncert került előtérbe, és hát március, február végén, március elején kezdjük megint a könyvbemutatókat, úgyhogy nagy öröm számomra. És nagyon sokan szeretnek téged, ismernek téged Erdélyben, és nagyon sokat tudnak rólad, hisz gyakran megfordulsz a televízió képernyőjén. De mi most szeretnénk valami olyat megtudni rólad, amit esetleg nem tudunk, úgyhogy egy játékba hívunk, hogyha beleegyezel. Igen, én most nagyon próbáljak ne beleegyezni, be van zárva az ajtó. Így van, is más lehetőséget, úgyhogy. Nagyon egyszerű lesz a feladatod. Igen. Mi kérdezünk tőled, és ha valaha megtörtént veled ez a történet, akkor felmutatod a táblán az igen választ. Milyen táblán? Ott van a tábla. Igen. És ha nem történt meg, akkor a nem feliratot. Tehát ha megtörtént, igen, ha nem, nem. Jó. Van egy könnyítésünk. Igen. Felhasználhatod. Na. Játszunk-e veled mi is? Játszunk közösen, vagy egyedül szeretnél játszani? Már hogy értitek, hogy... Tehát mi kérdezünk, és csak te válaszolsz, vagy mi kérdezünk, jaj, és mi hát is bevajtsd? Jaj, spontánon, most már értem. Most már értem, jó, játszunk közösen. Jó, na oké, jó. Hát ez a jó válasz. Na. Szuper, akkor felkészültünk? Én. Aha, akkor én igen. Játékra fel. Puskáztál-e már valaha az iskolában? Mondjuk erre is számítottam. Nincs olyan diák, aki nem puskáz. Én emeltem büszkén elsőnek. Mesélj, Gábor, mire emlékszel? Voltak hát, miből puskáztál? Az az igazság, hogy lévén, hogy édesapám az Erdély Református Egyház főkönyvelője volt, engem a zeneiskolából Navem Nevo Ede Fidi Preocia, szóval eltávolítottak, és így becseppentem egy reál osztályba, ahol mindenki mérnökire készült, én meg matematikából katasztrófa. Úgyhogy ha csak lehetett mindenhova elundugva valami órám alá, vagy a mancsetta gombom alá, vagy akármi volt rajtam. Úgyhogy ezért előztelek meg titeket. Az igen. És volt, amikor elkaptak amúgy? Egyszer vagy igen. Vagy jó puskázó egyszer volt. Igen, de nem rúgtak ki, hanem azt mondták, hogy most puska nélkül old meg a feladatot. Az fair volt. A többit nem mondom el, mert akkor végig fenn tartsam ezt a táblát. Na, valaha felejtettél el fellépést? Milyen jók vagyunk. Azért ez nehéz. Soha. És dalszöveget? Nem. Nem. Igen, hát a mi esetünkben szerintem szöveget, ugye, a színdarabban. Nem, én konkrétan dalszöveget, igen. Volt egy vizsgaelőadásunk az egyetemen, és a kabaréből kellett énekeljek, és felcseréltem a sorokat, az első sorokat. Mondjuk abban nehéz kihúzni magad, mert prózában meg improvizációban megoldja az ember, de dalban azért... Na. Persze, azért, ha egész őszinte vagyok, most, hogy ezt mondod, olyan megtörtént nem, hogy egy egész dalszöveget, vagy egy egész szakaszt, hogy például, amikor imádom a gyerekeket, ezt mindenki tudja, de amikor a koncert alatt a kisgyerekek a színpad előtt futkorásznak tele áramkábellel, hangszóró kábellel, elvonja a figyelmemet és a koncentrálásomat. És olyankor előfordult, úgyhogy a zongoristám mondja, hogy na hát, Petőfi voltál ma este. Hazudtál-e valaha rendőrnek? Kénytelen voltam. Én is. Kénytelen voltam. Na kíváncsi mert... vagyok erre, mert itt én voltam a szent. Nem vezet. Igen. Diszidálásom előtt... Ezt közben olyan erős az emlék, hogy így maradt az igen, ezt leteszem. Diszidálásom előtt Kolozsvárt a Malom utcában a Magyar Opera fele tartottam, és megállított a rendőr, ugye próbára mentem, szakállam volt, ami akkor tilos volt,
és kérdezte a rendőr, hogy van erre engedélyem a rendőrségtől, és azt mondtam, hogy igen, természetesen, hogy akkor senkinek nem volt. Mert az ugye dekadens, meg stb. Jelzőt kapott az a viselet, és úgy rám nézett hosszasan, azt mondja, hogy plekedjáics, és így numáj minci. Tehát valószínű elég rossz hantás voltam abban a pillanatban, hogy láthatta az arcomon, hogy meg is ijedtem, mert ki nem ijedt meg a 70-es években, ha egy rendőr leszólította, úgyhogy... Azt hiszem, hogy ez még mai napig is elkísér minket. Igen, megmaradt bennünk azért, hogy a határnál. Most például úgy jöttem át, mert Stockholmból lerepülök, Pestről autózok boldogan Erdélyben, pláne most az őszi színeket csodálva, hogy a határhoz közeledve, Istenem, hány évtizede hagytam el a szülőföldemet, és még mindig ott van a gyomorideg, pedig Avezzo Zibuna 10 másodperc alatt jöttem át. Ez úgy beidegződik az ember. Igen, rossz igen. Élmény. Akkor volt-e valaha honvágyad? Ezt csak azt tudja és azt hiszi el, aki átélte. Amikor ugye arra a szomorú lépésre kényszerültem, hogy elhagyjam a szülőföldemet, sokat magammal nem vagyok én egyedül ezzel. Bizony, amíg megkaptam az állampolgárságot, és nem jöhettem haza, hiányzott a család, a kisfiam itthon maradt. Hiányoztak a volt tévés, rádiós kollégák, hiszen a Bukaresti TV magyar adásában dolgoztam, tévében, rádióban. És hát... nagyon sok minden hiányzott, és ott egy teljesen új ország, új éghajlat, új gasztronómia, új erkölcs, minden új volt, új nyelv mindenek előtt, ami úgy hangzott, hogy azt mondtam, hogy az életben nem tanulom meg ezt a nyelvet, és hát a válaszom azért igen, mert bizony. Sokszor előjött ilyen gondolat, hogy jól csináltam, nem csináltam jól. De azért legyünk őszinték, ha nézi most egy velem egy idős valaki ezt a műsort, és felteszik a kérdést, hogy ha 70-es években valakinek azt mondták volna, hogy itt egy útlevél, oda mehetsz, ahova akarsz, ki mondta volna azt, hogy én nem megyek. Hiszen én nem tudom, ki mennyire emlékszik. Én nagyon jól emlékszem a letartóztatásaimra, a Securitate-ba való beszervezésembe történt próbálkozásokra, meg stb. Szóval akkor menni kellett, akinek alkalma adódott onéti kirándulással, vagy bármivel, én hivatalosan mentem ki zenekarral dolgozni, szerződéssel. Finnországba, és természetesen a családommal megbeszéltem, hogy nem térek vissza. Sokan nagyon nehéz helyzeteket éltek meg abban az időben. De most már... most már örüljünk, hogy egy kicsit jobban. Valaki azt kérdezte, hogy művész úr, most jövök egy interjúról egyébként a rádióban, és azt kérdezték, hogy miért nem jössz vissza Erdélybe, és kérdem, most hol vagyok? Többet vagyok sokkal itthon, mint otthon. Valaha hazudtál a koroddal kapcsolatban? Na de ez a hazugság, ez most nagyon fura lesz, amit mondok, ez pozitív volt, tehát dicséretet érdemelek, mert sehol nem találják ki, hogy hány éves vagyok, ez ne tűnjön ízléstelenségnek, de az este is kosárlabda meccsen voltam, és ott ült mellettem egy legendás hírű volt vásárhelyi volt kosárlabdás, és amikor mondtam neki, hogy hány éves vagyok, azt mondom, ezt nem hiszem el. Na, ilyen értelem... most nem kérdezzük meg. Tőlem megkérdezhetitek. Lehet, igen, maximum hazudok egy. Megtörik a jég. Tehát letagadtam, a vége aztán az lett,
hogy sok helyen még meg is kellett mutassam egy pincérnek, hogy ez nem létezik. Uh-huh. Na, azért annyira ne túlozzunk, de talán nem mutatom a koromat. Uh-huh. 74 éves vagyok. Istenegetesen. Betöltöttem a 74 évet, és büszkén. És vajon táncoltál már valaha a szórakozó helyen az asztalon? Egy ilyen nagy megakemény buliban? Imádok táncolni. Igen. Imádok táncolni, és a kollégáim kérésére, meg biztatására a zenekar, hogy tatacében úgy szólítanak a zenekarban, mint a fiaim, hogy tataci, tataci, gyerünk, gyerünk. Aztán lehet, hogy volt benne egy pohár szilvapálinka, egyébként nem iszom. Hála jó Istennek, talán ennek is sok mindent köszönhetek. És hát nyilvánvaló nem egy tangót tettek fel a srácok, valami olyat, ami kemény táncra perdített, és hát élveztem. Imádok táncolni, de hát nagyon ritkán. És esőben, esernyő nélkül kitáncolt. Te igen? Igen. Na, akkor erről hadd halljuk Ildikó. Mikor, hol, miért? A tavalyi, nem mondom meg hányadik születésnapomon, esett az eső, mikor hazaindultunk az étteremből, és az utcát végig táncoltuk a barátnőimmel. Ó, milyen jó. Nagyon jó volt, próbáljátok. Singing in the rain. Biztos jó érzés amúgy. Igen. Na és valaha csókoltatok meg idegent esetleg? Na fiú, jól néztünk ki, tévedet. Spontint tette fel a kérdést. Olyan a puszilózás az állandóan van, mert mindenki puszi, autogram, selfie, ez ma már egy előadó művész életéhez hozzátartozik, koncert után ott állnak, nagyon sokan, hála a jó Istennek, mindig, és ez a puszihez hozzátartozik. Viszont volt olyan lány, aki odajött, és így megfogta a, nem tudom, a két fülem vagy a fejem, és szájon csókolt, én meg nem húzottam el. Akkor tetszett. Gábor, puszilunk mi is, örülünk, hogy itt voltál velünk, és nagyon-nagyon sok jó koncertet kívánunk még neked, és gyere minél gyakrabban Erdélybe. Nagyon szépen. Teltházas koncertekre. Nagyon szépen köszönöm, mindig megtiszteltetés és öröm itt lenni. Köszönjük. Én köszönöm.